Hello, sziasztok! Az Alza így küldi. Már hogyha rendelsz kerékpár külsőt, ami ugye ez most 10.000 forint, de vannak még drágábbak, szóval rendelsz 40.000-ért két rendes gumit, és akkor megtipolják, vagy akármi. Szóval azért nem túlozzák el a csomagolást. Hát nézzük meg, mennyire maradt úgy egybe. És akkor ráadásul úgy van, hogy az egyik fizetős, a másik nem, mert még véletlenül se tekerték volna össze a kettőt, hogy ne tudják azt megcsinálni, hogy az egyik elkeveredik, és akkor a másik. Vagy most mit léptek volna akkor, hogyha mondom, hogy egyelőre csak az kell, ami ingyen van, azt a másikat meg nem veszem föl, ugye? Hogy azért csak túlélte. Ezt azért legalább valami kartonban beleraktam volna, kartondobozba. Mindjárt a másikat is kibontom, csak ezt nem bírom itt leszedni. Majd így? Vagy így se? De jó. Szakadj már el, hát. No. És fal be. Ebben van defektvédelem, mert azt írták. Hát, nem sok. Viszont jó nagy mintája van. Ez volt ugye a cél. 29x2, 25-ös. A méret jó. Nobinik egyébként a gumi, amit rendeltem. És náluk aránylag olcsó volt. Jó, mondjuk ez... Ezt nagyon nem jó írták, mert ez nem a defektvédett, ez a teljesen puritán, teljesen mindenmentes gumi. Szóval azért az oldalfalnál kicsit vastagabb itt, nagy defektvédelme nincs, de én ezt térre akarom fölrakni, amikor így hóba megyek, hogy azért valamekkora mintám legyen. Meg hát olcsóbb, mint a VTB-ket lekoptatni, ugye az Oryx C18 a gyári, mert azok elég drága. A gumit, a VTB Ranger. Meg hát ez az apró sűrű minta, az nem hóba, sárba való. Ez valamennyire azért egy nagyobb mintájú gumi. Hát ez se egy DH gumi, nem egy Toki Montis gumi. Ocsó, jó edzős gumit kerestem. Arra most ez jó lesz. Ugyanez a minta ezen a kettőn. Kettő, így, aztán három. Kettő, így, három. Három, hát, aha, ugyanaz a minta, becsapós volt. Ugye forgás iránya van. Mindegy, hogy hova teszed, 3,7 bár a max. Az egyikre várni kellett, a másik volt. Na mindegy, a lényeg, hogy most megvannak a nagyobb mintás gumik, amik majd fölkerülnek térre. És hát az Alza így küldi, nem sérült meg, csak meg hát azért nehéz azt elérni, hogy megsérüljön, csak hát és ha valaki miád böki, vagy rádul egy hűtőgép, ugye Magyar Postával, ki tudja. Hát iratkozzatok fel, ennyi volt az Alzás Unboxing. Sziasztok!